Remek hangulatú programmal köszöntötte vendégeit a Victoria Pódium kettcsináló Turmix kulturális programsorozat nyári találkozója, amely a Victoria Rehabilitációs Központ alapítványának szervezésében indult, és a város sokszínű kulturális életét bemutató havonta jelentkező műsor, és amelynek jótékony célja az itt élők életkörülményeihez való hozzájárulás. Legyenek fehérváriak, vagy környékbeliek, különféle műfajt, okat képviseljenek, és mindegyik önmagába is legyen annyira érdekes, színes, hogy érdeklődésre tarthasson számot, és talán, hogy egymást se nagyon üssék témában, stílusban. Ezen az estén a vendégek elmélyülhettek az immár 10 éves Musicolor ének együttes műsorában, akik, ahogy megszokhattuk, varázslatos előadással kedveskedtek a kórus muzsika barátainak. Nagyon szívmelengető, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy kicsit szétszéled a csapat, úgyhogy így indulunk neki a nyárnak, hogy egy ilyen bensőséges, szívmelengető, aranyos közegben tudunk énekelni, és reméljük, hogy olyan jellegű dalokat is hoztunk, amik tetszeni fognak a nézőközönségnek. Vegyes felvágott, a szokásos módon, és egy ilyen könnyedebb nyári hangulattal zárnánk az éneklést. Szarvas József meghívására egy különleges vendéget is köszönhettünk a pódiumon. Rakoncai Gábor extrém sportoló, kétszeres Guinness világrekorder és többszörös magyar rekorder, hatszoros óceán átkelő hajós, a világon az egyetlen ember, aki átkenuzott egy óceánon, emellett ultrahutó világbajnok, aki nem mellesleg kétszer átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot is. Örülök, hogy itt vagyok. Én amúgy nyilván most a Fonándit ismerem itt leginkább Fehérváron, illetve ott a Velencei tóra viszonylag gyakran járok, mert ott szoktam hosszabbakat futni, ott legalább 30 kilométert lehet egybefutni, úgyhogy sokat vagyok itt, sok előadást tartottam itt, sok barátom van itt, tehát így annak ellenére, hogy pesti vagyok, elég gyakran megfordulok itt. A találkozóról ezúttal sem hiányozhatott a képzőművészet, a program látogatói a Munkácsi Mihály díjas festőművész Szegedi Csaba alkotásait is megtekinthették. Nagy örömmel fogadtam Szarvas József doktor meghívását, hiszen régóta kapcsolatban vagyunk. 2015-ben együtt kaptunk Prima díjat, megyei Prima díjat, és örömömre szolgál, hogy egy ilyen kulturális eseményen én is részt vehetek, mint Fejér megyei képzőművész. A bensőséges hangulatú találkozón ismét megerősítést nyert, hogy a mozgássérültek Victoria Rehabilitációs Alapítvány által megálmodott esemény közösségteremtő és jótékony célokat szolgál. A támogatásokat, az estembe folyt teljes összeget az alapítvány a központ fenntartására fordítja.